Köszöntöm Önöket! A Hegyvidék TV állatbarát magazinját látják. A mai műsorunk főszereplője ismét a Vadaspark, ahol találkozhatnak medvékkel, vaddisznókkal és szelíd disznókkal, azaz házi sertésekkel is. A Méhbarát Hegyvidék program kapcsán pedig szóba kerülnek a kis, fekete, sárga mellényes zümmögők is. Tavaly volt 40 éves a Budakeszi Vadaspark. Megint sokan voltak rá, pontosabban a lakóira kíváncsiak. Rengeteg gyerek, iskolai csoport jött el megnézni az őshonos vagy betelepült háztáji és vadon élő állatokat. Az új erdészeti játszótérrel, dinóparkkal és lombkoronába telepített tanösvény kalandparkkal már nem csak egy kis állatkert, hanem egész napos családi program a Vadaspark. Ennek a dínónak, a félelmetes nevű, ám hajdan is főleg halakra veszélyes irritátornak arcára fagyott a mosoly. Az 110 millió éve élt jószág vélhetően megdermett volna egy ilyen hideg télen, mint az idei. Ám a Budakeszi Vadaspark többi lakója vígan veszi a mínuszokat, a látogatókhoz hasonlóan, akik a legzordabb időjárási körülmények ellenére is sokan eljönnek kedvenceikhez, idén is. Tavaly sem volt ez másként. A 2019-es évben a Budakeszi Vadasparkban több mint 190 ezer látogató látogatott el. Ez pár ezerrel kevesebb, mint az azt megelőző év. Ez az év utolsó hónapjának a szeszélyes időjárásának tudható be. Szerencsére a hosszú hétvégéken nagyon sokan látogattak el. Ilyenkor 4-5 ezer látogató is megfordult a Vadasparkba egy-egy nap. Ilyen volt például az augusztus 20-a vagy az október 23-ai többnapos ünnep. Az állatos programok voltak a legkedveltebbek, ott, ahol testközelben kerülhettek az állatokkal, ilyenek voltak például rendszeres állati jó bemutatók, vagy például tematikus programjaink. Budakeszire minden évben érkeznek új lakók. Az elmúlt esztendőben többek között két hóbagoly repült a Vadaspark egyik madárröbdéjébe. A két gyönyörű ragadozó megfigyelése is nagy élmény, különösen éjszaka. Az éjszakai szakvezetéseket nagyon kedvelik a látogatók, hisz olyan környezetben láthatják az általuk ismert állatokat, illetve olyankor jöhetnek a Vadaspark, amikor más időszakban nem tehetnek meg. Ezek ősszel, illetve tavasszal zajlanak. Áprilistől fog kezdődni a tavaszi éjszakai túra szezon. Nagyon gyorsan beszoktak telni ezek a helyek, alkalmanként 100-150 látogató vehet ezeken részt. Ez tavaly is szintén több ezer látogatót jelentett. Folyamatosan vannak szakvezetések, vezetett túrák a Vadasparkba, kifejezetten óvodásoknak, alsó tagozatos iskolás diákoknak. Ezen több mint 150 csoportban 3600 gyerek vett részt, illetve a Vadasparknak van egy Házhoz megy a Vadaspark című kifejezetten óvodák számára készített programcsomagja. Ebben is több mint 170 óvodás csoport vett részt. Ugyancsak tavaly költözött új helyre az őshonos háztáji állatokat bemutató parasztudvar. A most már 3200 négyzetméteren működő kis gazdaság életébe a gyerekek is bekapcsolódhatnak, például a nyári táborok idején. Tavaly is nagy sikerrel zajlottak a vackor táborok, a napközis táboraink, ebben több mint 250 kisgyermek ismerkedett meg az állatkertel, illetve a benne lakó állatokkal. Ezek idén is természetesen zajlani fognak, ezektől majd május végétől júniustól lehet folyamatosan jelentkezni a honlapon keresztül, illetve vannak programok, amelyek megújulnak, például a ragadozók napja helyett, amivel általában az idényt szoktuk indítani, január 11-én egy állati évnyitót fogunk tartani, ahol nem csak a ragadozókat, hanem más állatokat is bemutatunk a látogatóknak. Információink szerint a Vadasparkban megszokott látványetetések 2020-ban is szórakoztatják a látogatókat, ám mostantól a medvék és az aranysakál mellett Salamon, a nemrég érkezett mosómedve is bekapcsolódik a produkcióba. A közhiedelemmel ellentétben a barna medve nem alszik téli álmot. Erről a Budakeszi Vadaspark látogatói is meggyőződhetnek. A Romulus és Tibor névre hallgató medvéket február elején az időjárás jóslásba is bevonják. Míg Erdélyben majd 6000 medve portyázik, nem egyszer lakott területen belül is, addig a Budakeszi Vadaspark két mackója élvezi a látogatók szeretetét és maximális népszerűségnek örvend. Nem véletlen, hogy a látványetetéseknek is ők a legnagyobb sztárjai. A Vadaspark munkatársai most még közelebb akarják hozni a medvéket a látogatókhoz, és a gyertyaszentelő napjára időzített medvejóslással szeretnék megmutatni, hosszú lesz-e az idei tél, vagy már várhatjuk a tavaszt. Február 2-án van a Budakeszi Vadasparkban medveles nevű program, amely ugye a medvékről szóló monda világhoz kapcsolódik. Ugye minden
néphiedelemnek mondának van némi valóságlapja, így ennek is ugye a medvék aktivitásának a függvénye az időjárás ebben az időszakban, és ugye valóban, hogyha érzik már a tavasznak a közeledését, akkor többet bújnak elő a vackaikból, illetve sokkal aktívabbak. Míg hogyha érzik a hideg időnek az érkeztét, akkor vissza vackolják magukat. A vadaspark medvelakói a barlangjukból ugyan nem tudnak kijönni, így az árnyékuk alapján nem jósolják meg senkinek a tavasz közelettét, ám a különleges program lehetőséget ad sok új ismeret megszerzésére és téves információk eloszlatására is. A téli állommal kapcsolatban a legtöbb embernek a medvék jutnak legelőször az eszükbe. Ők valójában nem alszanak teljes téli álmot, tehát ősszel nem vonulnak el aludni, és csak tavasszal kelnek föl, hanem vannak hosszabb alvó periódusaik, amikor nagyon lelassulnak az életfunkciójuk, a légzésük, a szívverésük, de amikor melegebbre fordul az idő, tehát fagypont fölé kerül a hőmérséklet, akkor előbújnak, és a elraktározott táplálékaikat, illetve ilyenkor keresnek táplálékot, egyébként pedig a hátukon, illetve a törzsükön lévő zsírraktárakat használják a tér során. A vadaspark két medvéjének, Romulusnak és Tibornak azonban még a zsírraktáraikat sem igazán kell használni, hiszen bármikor hozzájuthatnak finom falatokhoz. A vadasparkban 365 napon keresztül takarmányozzuk az állatainkat, ilyenkor a téli időszakban igyekszünk energiadúsabb, nagyobb zsírtartalommal, fehérjetartalommal rendelkező táplálékot biztosítani számukra, hogy a hideg időt át tudják vészelni. Ilyenkor a megszokott csirke hús mellett lazacot is kapnak, illetve ugyanúgy kapnak zöldséget is. A két majd fél tonna súlyú medve február 2-án különleges medvenapra várja a látogatókat, tavasztól pedig a korábban is népszerű medvexit szabadulós játék főszereplőjeként izgalmas perceket okoznak a vállalkozó kedvű természetbúvároknak. Az időutazásra és a hajdani magyar háztáji gazdaságok bemutatására is alkalmas. Új parasztudvarba újabb lakók költöztek, és a korábbinál sokkal nagyobb és átláthatóbb területen azt is megtanulhatják a gyerekek, mekkora felelősség és munka egy-egy házi állat tartása, gondozása. Az új parasztudvarban sokkal nagyobb szellősebb kifutókban láthatják a régi parasztudvar lakóit, illetve új állatok is kerültek. Például a juhok házatáján is volt egy kis állományfrissítés, most már a rackák mellett cigája juhok is láthatóak, illetve a mangalicák, Baromfi udvarban is sokkal több tyúkot, illetve szárnyast láthatnak a látogatók, illetve a parasztudvar eddigi egy parlagi szamara kapott egy társat is maga mellé, illetve egy hucul lovat is megtekinthetnek a látogatók. Az új parasztudvarban kialakítottunk egy kecskesimogatót, amely a hét minden napján várja a látogatókat. Itt testközelbe lehet kerülni a kecskékkel, illetve vannak olyan állatok, akiket szabad etetni, ezekre táblák hívják fel a figyelmet, illetve vannak olyanok, akiket megkérünk a látogatókat, hogy ne etessenek, mert bizonyos speciális táplálást igényelnek, és őket csak a gondozók etethetik. A parasztudvarban egyfelől megismerik a látogatók és a gyermekek is az őshonos magyar háztáji állatfajtákat. A nyári táborok során besegítenek a gondozóknak, az állatoknak a gondozásába. Itt gondolok például a kecskefejésre, vagy az állatoknak a takarmányozására, az istálóiknak a takarítására. Így megismerkedhetnek az állatkerti dolgozóknak a mindennapjaival, illetve azzal, ezen keresztül, hogy egy állattal mennyi minden jár, mennyi felelősséget, illetve munkát igényel a jólétük. A vadasparkon kívüli régi parasztudvarban vannak még a
libák, illetve kacsák, amelyek nem kerültek még fel a parasztudvarba. Lassan ők nekik is elkészülnek a kifutóik, és föl fognak tudni kerülni. Illetve van még egy-két olyan fajta, amit nem tudunk bemutatni, de ezeknek is lassan elkészülnek majd a kifutói. Az utolsó érkezők a mangalicák voltak, akik az év végén kerültek fel a parasztudvarba. Fél idejéhez érkezett a Méhbarát kerület program. Az Unió által is támogatott nemzetközi pályázat keretében az itt élők sokkal többet megtudhatnak a kis mézgyűjtőkről, és ha megbarátkoznak velük, a kerületi gyümölcsfák beporzása is biztosabb lesz. Azt gondolnák, hogy akkor méhbarát kerület, akkor most minden sarkon méhkaptár lesz. Nem. Nem ez a lényeg ennek a programnak, hosszú távon persze ez egy cél a városi mészkedésen belül, de alapvetően a szemléletformálás az első lelkes cél. Azt tapasztaltuk, hogy az emberek félnek a méhektől, rovaroktól, és persze van ennek némi alapja, hiszen egyre többen allergiásak mondjuk a méhcsípésre, de ez ettől a programtól függetlenül is, hál' Istennek a méhekkel együtt élünk, ez ettől függetlenül is itt van, csak meg kell tanulnunk velük együtt élni. Azt gondolom, hogy a monokulturális mezőgazdaság miatt egyre jobban a városba szorulnak a méhek, ami nekünk városlakóknak egy alapvetően jó, hiszen a gyümölcsfáinkat és a különböző növényeinket beporozzák. Ez egy utóbbi időben, ez egy tapasztalható tendencia meg a kerületünkben is, hogy a gyümölcsfák nem teremnek annyit, illetve utóbbi tavasszal több esetben nem volt semmilyen gyümölcs a gyümölcsfákon, mert nem volt ki beporozza. Szóval ez egy fontos dolog, hogy a méhekkel foglalkozzunk, velük együtt éljünk. Itt nem feltétlenül a városi mészkedésnél arra kell gondolni, hogy mézet, tehát a termékért tartsuk a méheket, hanem a biodiverzitás, tehát a biológiai sokféleség megőrzése miatt, illetve a beporzás miatt. Önök a vadőrzőt látták. Adásunkat megnézhetik a Hegyvidék TV honlapján is. Viszontlátásra!